Feladatokat oldanak meg a három fős csapatuk a gépésszel szakmaismereti versenyen a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában pénteken. Ők olyan 7.-8. osztályos fiatalok, akik pályaválasztás előtt állnak, mint például a Pécsi Testvérvárosok Terei Iskola tanulói. Szeretnék ebben a szakmacsoportban tovább tanulni, hiszen szüleim is ezt csinálják, mint édesanyám és édesapám is, ezért szeretném tovább vinni ezt a szakmát, és átadni még több embernek mindent tudnak, amennyire csak lehet. A papám karosszéria lakatos volt, szóval nekem is szimpatikus és tetszik ez a szakma irány. Hát és igazából nekem ennyi, meg érdekel. A zsűri elnöke azt mondja, azért fontos ez a verseny, mert a hétköznapokban nem találkoznak ezekkel a szakmákkal a fiatalok. Meg kell velük ismertetni, hogy később ebbe az irányba tanuljanak tovább. Ez is fontos feladatnak érzem azt, mind az iskolák, mind a kamara és a cégek részéről is, hogy hasonló rendezvényeket szervezzünk, ahol meg tudjuk mutatni magunkat, ahol megláthatják, hogy mikkel dolgozunk. Milyen körülmények között, ezért is örülök annak, hogyha jönnek üzemlátogatásra hozzánk. Sajnos most a pandémia miatt nem volt lehetőség erre, de bízom benne, hogy ez a dolog is újra fog éledni. Vannak ebből is pozitív tapasztalataink, van olyan nálunk, aki valamikor ott volt egy üzemlátogatáson, megtetszett neki a szakma, elvégezte, nálunk volt tanuló, és most meg már nálunk van, mint munkavállaló. Összesen 20 csapat indult a megyéből a gépésszel versenyen, 60 tanulóval. Közülük 10 csapat került be a pénteki döntőbe. Itt 10 állomáson, 7 gépipari vállalkozásnál és 3 gépipari szakmákat oktató középiskolánál 10 gyakorlati feladattal találkoztak a versenyzők.